Vérnyomásmérés és egy gyors kikérdezés. Ez a néhány perces procedúra előzte meg az oltás beadását. Meyer Károly a harmadik vakcinát vette fel szombaton. Azt mondja, korábban már átesett a fertőzésen. Emiatt, amint lehetősége volt, beoltatta magát. Nem szeretnék beteg lenni, nem szeretném elkapni a Covidot. Egyszer már voltam, beoltattam magam, és természetesen most is a harmadik oltást is felvettem. Tolnán közel 100-an vettek fel oltást múlt hét csütörtök óta, azóta, hogy az első januári oltási akciónapra sor került. Az év első hónapjában csütörtöktől szombatig minden héten előzetes regisztráció nélkül kérhetőek a vakcinák az egész országban, az erre kijelölt orvosi rendelőkben és a kórházakban. Most már tudjuk, hogy a teljes védelem az nem két oltás, illetve az ennél egy, hanem a harmadik oltással lesz teljes a védelem. Bogyiszlón Nagy Zoltán a Pfizer készítményét kapta harmadik oltásként. Ő azt mondja, a kollégái közül többen is súlyos tünetekkel vészelték át a fertőzést, ezért egy percig sem habozott. Harmadik oltásra jöttem. Hát én szeretném beadatni magamnak mindenképpen. Feleségem is egészségügy is olyan helyen dolgozik, ahol el tudja kapni, haza is tudja hozni, azért úgy döntöttem, hogy felveszem a harmadik oltást. Dr. Szabó Gábor háziorvos szerint az oltási akciónapok sokakat késztethetnek arra, hogy felvegyék valamelyik vakcinát. Ő viszont az első héten azt tapasztalta, hogy mint mondja, sajnos kevesen voltak, akik az első adagért érkeztek. Túlnyomó részt most már a harmadik oltásokért jönnek. Tehát van egy réteg, akiket nem nagyon tudunk meggyőzni, hogy érdemes lenne fölvenni az oltást, már pedig ez nagyon-nagyon hasznos, hiszen már az Omikron variáns dühöng, igazából az ötödik hullámot ez indítja el. A szakember szerint most különösen nagy veszélyt jelent, hogy elkezdődött az évente jelentkező influenza járvány is. A tudósok pedig már bebizonyították, hogy a két vírus egyszerre is meg tud fertőzni egy embert, sokkal súlyosabb tüneteket okozva. Januárban, csütörtökönként, péntekenként és szombatonként az egész országban regisztráció nélkül lehet a vakcinákat felvenni.